Gyere mindenki! Mielőtt kiderülne, mit tervezett Gera Dániel Biben Barnabással való forgatásunk alkalmával, ismerjük meg a 2003. november 19-én született középpályásunkat, aki négy csapattársával együtt még évelején kapott profi szerződést klubunktól. Ez egy óriási dolog, és ugye a legnagyobb dolog az, hogy ilyen korán kapták meg, tehát egy U17-es korukban már megkapták a szerződést. Sajnos ugye a top akadémiák felnőtt csapataihoz nagyon nehéz oda kerülni Magyarországon. Jó néhány olyan csapatot tudunk, ahol az elmúlt évben egyetlen egy játékosnak sem sikerült felkerülni a felnőtt csapathoz. Itt a játékosok elhiszik, mind nekünk, mind az eredmények, mind az edző miatt. Ez valósan úgy lesz, hogy csak a teljesítmény fog számítani. Biben Barnabás agresszív, de egyben kombinatív középpályás vezeti az U17-es bajnokság góllövő listáját. Első számú erénye az az, ahogy mélységből a kapu elé érkezik. Tehát ő attól a pillanattól fogva, hogy ő egy labdát lepasszolt valakinek, attól a pillanattól fogva őt az érdekli, hogy hogy ér ő be a kapu elé, és hogy ér be a labda a kapu elé, és hogy tud ő a megfelelő pillanatban odaérni. A Puskás Akadémiából jöttem, mert tetszett a játék, meg a stílusa, amit játszott az MTK, és engem ez így bevonzott magába. Mi alapvetően egy nevelőklub vagyunk, és valószínűleg hosszú távon nevelőklub is maradunk. Pont ez az egész értelme, ez adja az értelmét annak, hogy miért az MTK Akadémia a legjobb az országban. Mit mond neked 2020. október 17-e? Hát az a bemutatkozásom napja talán. És nagy élményeket ad, és egy örök emlék lesz, az biztos az életemben. Mondták, hogy hétvégén számíthatok játékidőre, mert középpályán, ha éppensége valaki lesérül, vagy olyan dolog történik, akkor úgy számítsak és úgy készüljek. Barnabás, ahogy arról az elmúlt hónapokban többször beszámoltunk, ugyanaz U19-es csapatunknál kezdte a szezont, de hétközi tréningeken, majd később például a Vasas elleni edzőmeccsen is megmutathatta magát Mihály Borisznak, és aztán eljött a nagy nap, az akkor még 16 éves játékosunk életében. Ha így visszapörgetjük az időkerekét, akkor ezen a szombati napon volt valami más az életedben? Hát igazából minden más volt, már amikor reggel fölkeltem, meg ahogy készültem a napra. Hát próbáltam profin készülni, mint a többiek, és hát igen, ez egy fontos pillanat lesz mindig is. Először így ledöbbentem, hogy ezért mégis hol vagyok, és át kell gondolni a feladatomat, hogy mit csináljak, meg hogy csináljam, és akkor össze kell tennem így pár másodperc alatt így a dolgokat, hogy minél jobb teljesítményt tudjak kivinni a pályára. És hát fel kell nőni a feladathoz, de még azért mindig van. Nagyon sok dolog, amiben kell fejlődnöm, és amit így napról napra próbálok fejleszteni. Élvonalbeli debütálásával alaposan megváltozott az élete, de saját bevallása szerint is még rengeteget kell dolgoznia, hogy az MTK Budapest felnőtt csapatánál rendszeresen számítsanak rá a jövőben is. Kőkeményen edz, figyel, és persze a hirtelen jött lehetőség minden pillanatát igyekszik kiélvezni. Járom vált fel, hogy ilyen hamar be tudtam mutatkozni, nem számítottam rá, hogy ez így ilyen hamar el fog jönni, mert ugye még U19 első évében vagyok. Szülők nagyon büszkék? Büszke, mindenki büszke, nagyszülők is, mindig nézik a tévébe és mondják, hogy igen, hát elérted ezt, meg amit szerettél volna. Nagyon sokan gratuláltak és boldogak, velem együtt örülnek, ugye mindenki, aki így ismerősöm, és sok gratulációt is kaptam. Például a sulit sajnos az éppenséggel ezért nagyon keveset tudok bejárni, és próbálok ott is pótolni és 100%-ot teljesíteni ott is, de most kicsit ez így a futball így hát előre helyeződött így minden elé, és az osztálytársaknak is így nehéz felfogni, és gratulálnak, hogy mit vittem véghez ez a pár hónap alatt. A felnőttek közé való beilleszkedéssel természetesen semmi gond nem volt, hiszen köztudott, hogy az MTK Budapest egy igazán befogadó közeg. Tök jó érzés, mint egy családtag lennék már, úgy megyek pacsizni és meg passzolgatok a pályán velük, hogy mintha nem is lennék 16 éves. A jelenből most kicsit utazzunk vissza a kezdetekhez, mely sokaknak akár a kedvét is szeghette volna. Hogy miért? 4 évesen gondoltuk azt, hogy akkor ki kéne próbálni valami sportot, és így egy ilyen apáik megbeszélték, hogy a foci közel állhat hozzám, de sajnos az első élmény ez nem volt a legjobb. Éppenséggel fejbe rúgtak, de utána úgy kisimultak a dolgok, és szerintem utána, ahogy mondták szüleim, hogy maradjak fönt a pályán, és akkor élvezem, amit csinálok. Úgy a focira úgy tekintettem mindig, hogy
hogy ez így mint egy öröm, az nekem egy öröm, hogy focizhatok, és minden szabadidőmet próbáltam a focival tölteni, és mindig a labda legyen a lábamon. Hát ez így ez a 13 év alatt lassacskán, ez így mindennapos dolog. Ez nekem így nincs probléma. Minden szabadidőt, amit lehet, azt rászállom a focira. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szemlélete vonzó volt számára, és az MTK stílus is fekszik neki, így amikor a felnőtt karrierjét tervezgette, nem volt kérdés számára, hogy hozzánk igazol, számításai pedig nagyon bejöttek. Nagyon jó az akadémia, és felkészít kellően a felnőtt focira, így érzem is, hogy amit ott futásmennyiségben, meg gyorságban már az akadémián, föl lehet venni utána a ritmust a felnőtt csapatba is, hogyha úgy edz az ember. Persze finomításra szükség van, és ezt pontosan tudja Barni is. Hát igen, gyorsabb nem lehet annyi érintő, amelyet mondjuk egy utánpótlásban megenged az ember magának. Hát azért vannak pillanatok, mikor jó érzés, mikor pont akkor elpasszolni, amikor odaérne a védő, és akkor egy ilyen kis rafkóság, de megpróbálok minél hamarabb, kevesebb érintőben játszani, hogy mint ugye a felnőtt játékosok. Apropó felnőtt játékosok, az Újpest elleni siker után találóan gyerekjáték címmel írt róla és fiatalos csapatunkról a Nemzeti Sport, melynek címlapján lenni mindig nagy megtiszteltetés. Meglepődtem, nagyon örültem neki, sokan küldték, hogy mit látnak, meg hogy ez milyen jó dolog, meg milyen nagy dolog, hogy látnak egy Nemzeti Sportnak a címlapján. Nem is tudom, milyen érzések voltak akkor bennem, hogy fú, ez mégis én vagyok, meg hogy ez is megtörtént velem. Boldog voltam, elmondhatatlanul, és még egy jó jelent is tettek Lárapra. Jókor éppenséggel mondjuk az erőszakosságot láthattuk, hogy egy ugyanúgy 16-17 éves srác ellen párharcoltam a pályán. Középen igazából bárhol komfortosan érzem magam, és így is számítanak itt rám, és oda próbálok föltenni a pályán. Ezzel szerintem egyáltalán nincs baj, ott középpen igazából bármelyik posztom meg tudom mutatni magam. Csak úgy, mint a sztárfocisták Biben Barnabás is minden apró részletre figyelt, még a frizurájára is. Így próbáltam, hogy nem is egy kirívó legyen, de azért alkalomra illő, szóval tudtam, hogy mondjuk kapni fogok egy pár percet, és ebből több perc is lett. Mint a izék hallod, mint a nagy üzletem businessman, mint a izék hallod, Biben boss. Biben boss. Na Barni, mit szólsz, amikor így körülnézel? Hát nagyon jó érzés. Ez tényleg gyerekjáték? Hát nagyon jó érzés egy ilyen csapatban, ennek a közösségnek a része lenni. Jó van. Bíbe! Na mit szólsz? Hát egy ilyen fenomenális érzés egy ilyen közösségnek. Nincsák szavak. Király. Jó, jó, de van, volt.